Részletes kérdőívet tölt ki egy munkavállaló a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület győri irodájában. Ilyenkor fontos, hogy a mentorok az ügyfelet minél jobban megismerjék. Minden egyes irodában külön tanácsadó foglalkozik minden egyes megváltozott munkaképességű munkavállalóval. A folyamat úgy néz ki, hogy felhívják irodánkat, egyeztetnek időpontot a helybéli tanácsadóval. A tanácsadó ilyenkor fogadja őket, egy 1-1,5 órás mély interjúval kezdjük magát a felvételi szakaszt. Itt végül is végigmegyünk az ügyfélnek az egész életútján, megismerjük, hogy ő hogy került ebbe a helyzetbe, amiben most van, és olyankor felmérjük, hogy mi az, amiben tudunk segíteni. Ezután összeállítunk egy komplett programot nekik, amiben megnézzük, hogy milyen tanácsadási folyamatok segítik az ő kihelyezését a nyílt munkaerőpiacra. Végül pedig az állásajánlatok közül választják ki a megfelelőt. A szervezet 2007 óta segíti a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését. Debrecenből indultak, már az egész országot lefedik szolgáltatásaikkal. Jelen pillanatban Győrben több partnerhez közvetítünk ki már megváltozott munkaképességű munkavállalókat. A betanított munkán keresztül irodai adminisztrátor, gépészmérnök és egyéb pozíciókba. Tehát azt gondolom, hogy rettenetesen széles skálában mozgatjuk meg a megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Mind a cégek felé, mind az ügyfelek felé szolgáltatásunk térítésmentes, hiszen állami támogatásból kapjuk úgymond a részesedésünket minden egyes leszolgáltatott óra után és minden egyes kihelyezett ügyfél után. 2016-ban már érezhetővé vált az egyesületnél, hogy munkájuk eredményes, ügyfeleik számára van kiút, és szinte minden esetben találtak olyan céget, vállalkozást, ahol dolgozhatnak. Az a tendencia, hogy ezeknek a munkavállalóknak fogjuk a kezüket, miután kihelyeztük őket, 4-6 hónapig még mentoráljuk őket heti szinten, kvázi kapnak maguk mellé egy olyan tanácsadót, aki 100%-os vászélességgel képviseli őket a cégek irányába, és a cégektől is pozitív, egyre pozitívabb visszajelzést kapunk mindig. Ez azt jelenti, hogy ők is sokkal nyitottabbá váltak a megváltozott munkaképességű munkavállalók irányába. Azt gondolom, hogy az emberek és a cégvezetők fejében már rendben van az, hogy akár egy megváltozott munkaképességű munkavállalóval is tudnak 100%-os munkát végeztetni. A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület irodája Győrben a Bartók Béla úton található, és minden hétköznap 8-tól délután 4-ig várja ügyfeleit.